Hát szevasztok srácok, én Dreamy vagyok. Nemrégiben kiírtam YouTube-ra, hogy megrendeltem az új videókártyámat, mivel tudjátok, hogy a forzás videóknak hát nekem nem annyira tetszett az a minőség, amit tudtam nektek így csinálni. Úgyhogy muszáj volt venni egy új videókártyát, egyébként nem feltétlen csak a Forza miatt, tudjak játszani újabb játékokkal is, például mi kijött az Apex-el, nem igazán volt elegendő FPS-em a régivel. Köszönöm, hogy beleszólt telefon. Úgyhogy emiatt is vettem egy új videókártyát. Egyszerűen muszáj volt a 770, az már egy 2013-as videókártya. Egyébként PUBG-zni meg ilyen játékokat lehet vele simán, de viszont tényleg az Apex meg a Forzát is lehet vele játszani, de már nem lehet felvenni 75 FPS-be vagy 60 FPS-be a videót, mert már úgy akadozik a játék, úgyhogy mindegy, kellett egy új videókártya. Úgyhogy arra tök jó volt a 770-em, hogy gamingeljek rajta, de arra már nem volt elég, hogy én videót is felvegyek. Úgyhogy ezért cseréltünk, rengetegen tippeltetek a YouTube-on, amit kiírtam a közösségbe. 82 komment jött, és tudjátok hányan találtátok el, hogy milyen videókártyát veszek? Egy ember. 82 tippből egyetlen egy ember találta el, hogy milyen videókártyát vettem. Az pedig nem más, mint most, bocsi, megnézem a gépen. Csomó Roland odaírta, hogy RX 580x590. Hát fiúk, az új videókártyám az 590 lett, és ennek mindjárt el is mondom az okát. Egyébként beszarásra csak egy ember találta ki, a másik az, vagyis hát igazából két ember találta ki, de hát a másik az Rick Bence, aki elmondtam messengeren, hogy miért fogok venni. Szóval ja, legtöbben egyébként 1066 GB-ot mondhatok, ami nagyon is racionális választás a 100.000 forint alatti videókártyáknál, tehát lehet 80-90 ezerbe kapni 1066 GB-ost, viszont én mégis 590-est vettem, aminek elmondom az okát. Ugyebár az 590-esnek az elődje az 580-as, az RX 580, na most az tényleg ugyanannyiba kerül, mint a 1060-as 80 ezer forintba lehet kapni, a 8 GB-os változatot persze. És az az igazság, hogy az RX 580 már egy olyan 5-10%-kal egyes játékokban, nem mindegyikben, több FPS-t nyom, mint a 1066 GB. Ugyanazért az árért. Úgyhogy tényleg én szeretem az Nvidia-t, egyébként én is először 1066 GB-on gondolkodtam, de miután megnéztem az AMD kártyákat, és rájöttem, hogy tényleg az RX 590 maximum 5-10 ezer forinttal drágább, és már az RX 580 is erősebb, mint a 1060-as, ráadásul ez van olyan egyes játékok, ahol tényleg már 20%-kal több FPS-t tud produkálni, mint a 1060-as, és tényleg egy kicsivel drágább csak, úgyhogy fel kellett hagyjak az Nvidia megbízhatóságával, és vettem egy ilyen mini kályhát. Télen a lábom egyébként biztos, hogy most már nem fog fázni. Amúgy eddig se fázok, mert a 770 is úgy fűt, mint az állat. De tényleg viccet félretéve, amióta kijött a Ryzen, azóta az AMD nagyon oda tette magát processzorügyileg is, és videokártyaügyileg is. De én most kellene új gépet vegyek, akkor 100% hogy Ryzen gépet építenék, mert egyszerűen minek fizessek többet az Intelért, mikor az AMD kevesebb pénzért ugyanazt a teljesítményt megadja. És ez van videokártya teren is. Például aki most akar venni 1050 Ti-t, az inkább vegyen RX 570-et 4 GB-osba, ugyanúgy mint a 1050 Ti, az is 4 GB-os. Komolyan még olcsóbb az RX 570, mint a 1050 Ti, és egy ilyen 15-20%-kal több FPS-etek van a játékokban, úgyhogy hát az AMD az olcsóbb és jobb ebben a kategóriában, nyilván a felső kategóriában az Nvidia sokkal jobb. Viszont most adták ki az AMD-sek a Radeon 7-es kártyát, ami már 7 nanométeres, tényleg technológiában nagyon fejlett kártya, és ugyanazon a szinten, amit az RTX 2080, viszont jóval olcsóbb, szóval AMD le a kalappal, esküszöm. Nagyon majd csomagoljuk ki, egyébként a Nitro Plus verziót vásároltam meg az RX 590-ből, mert ennek van egyébként a legnagyobb OC-ja, és viszonylag olcsón megkaptam. Mondtátok sokan, hogy mondjam lejbe is az árát, 1100 lejbe került nekem, egy pici leárazás volt, és egyébként nagyon-nagyon nagy dökártya, szóval így néz ki, ez egy ilyen kék kiszerelésű kártya, tényleg egy nagyon jó backplate-el. Nekem nagyon tetszik ez a design, de úgy is látjátok a közeli felvételekről, hogy szerintem ez jól néz ki, maradjunk annyiban. Úgyhogy csináljunk benchmarkot szerintem. Le fogom tesztelni a játékokat, amikkel játszok először a 770-essel, viszont azt elmondom, mivel én kompetitív játékosnak mondom magam, ezért én
minden játékot kompetitív grafikai beállításokba fogok letesztelni, tehát az azt jelenti, hogy nekem az FPS számít, nem a grafika. Hogyha szeretnétek látni, hogy ultra grafikán a Battlefield 5, vagy mit tudom én mi, hogy megy az RX 590-en, azt annyit találtok a YouTube-on, amennyit akartok. Viszont én például a PUBG-t is alacsony grafikán fogom tesztelni, tényleg csak azokat húzom fel, amik kellenek úgymond a játékhoz, mint például a felbontás, hogy milyen messzire látol el. Az engem nem érdekel, hogy a textúra csúnya. Szóval olyan remélem értitek, hogy mit mondok, nekem az FPS a lényeg, nem az, hogy a fegyvernek a textúrája, mit tudom, hogy milyen szép legyen. Úgyhogy ja, nyomjuk a benchmarkot. Na, leforgattam a benchmarkokat a 770-essel, ezt kiszedtem, ugyebár nekem ez a 3 ventilátoros, 4 GB-os 770-em volt, ez a legerősebb modell, amit lehetett kapni 770-be, és most minden ember egyébként azt hinné, hogy ez egy 3 ventilátoros nagy dög, de az a vicces, hogy igazából kisebb, mint a 2 ventilátoros AMD, jóval kisebb. Szóval olyan méretügyileg, mint látjátok, egy picit nagyobb az AMD kártya, meg azért vastagságra is hát van egy kis különbség közte, de mindegy, mert egyébként ebben a házban elfér, annyi hely van benne, mint az állat. Úgyhogy mivel a benchmark megvan, ezért kiszedem a 770-et, már letöröltem előre a drivert, és beszereljük az RX 590-et, és felveszem ezzel is a benchmarkot, úgyhogy nézzétek, hogy mennyi az eltérés a két kártya között, mennyit javult a gépnek a teljesítménye. Hát oké, én beszereltem a videokártyát, és a franc se tudta, hogy ennek ilyen rohadtul szép világítása van. Amint látjátok, a GTX 770 simán hozta a 100 FPS fölötti átlagot. Ennyi FPS-sel szerintem tökéletesen lehet játszani. A gond akkor van, amikor már videót veszünk fel vele, vagy esetleg streamelünk, akkor néha azért kevés lesz az FPS, és az eléggé zavaró tud lenni. Az RX 590 már bőven 100 FPS fölött dolgozik, valószínűleg ha feljebb állítjuk a grafikát, akkor is jól fogja bírni a 100 FPS körüli értéket, tehát ez a minimum ettől a kártyától. Az Apex Legendsnél azért egy picit drasztikusabb a helyzet, mivel itt az 50-60 FPS helyett konkrétan a dupláját is megkapjuk, azért ez már tényleg egy komoly teljesítménynövekedés. Na de a Forzáról nem is beszélve, 70-80 FPS helyett konkrétan 170 és 180 FPS kapunk, amit akárhogy is számolok, az 100-al több. Kipróbáltam a Rainbow Six Siege-et is, aminek tudom, hogy van beépített benchmarkja, viszont én casualba teszteltem. Itt a 770 olyan 100 FPS körül értéket hozott, high settingsre állítva, ellenben az RX 590-el, ami 150-170 FPS-t is ki tudott magából préselni. Na jó, srácok, ennyi lett volna ez a videó, hát látjátok, elég nagy teljesítmény növekedést értünk el ezzel az RX 590-nel. Én nagyon meg vagyok elégedve ezekkel a számokkal, végre forzás videót nagyon fasz a minőségben fogok tudni nektek csinálni, illetve egyébként Twitch-en akarok streamelni Apex Legends-et, most már azt is fogok tudni. Szóval a konklúzióként az RX 590 egy nagyon durván jó kártya, 100 000 forint alatt újonnan szerintem a legjobb választás, amit lehet most vásárolni a piacon. Persze ettől függetlenül az RX 580 meg a 1060 GB-os is nagyon jó kártyák mind, de szerintem a best buy most jelenleg az RX 590. Úgyhogy ja, legyetek jók, köszönöm szépen, hogy ennyien néztek. A következő videóban találkozunk, hogyha forzás lesz, akkor egy picit jobb lesz a minősége, mint az eddigi forzás videóknak. Na sziasztok!